Megdöbbentő videót tett közzé Facebook oldalán az ügyészség. Ahogyan a felvételen is látszik, négy fiatal azzal próbálta elütni az időt, hogy a septében összegyűjtött köveket átdobja a forgalmas felüljáró felett. Ketten 14 évesek voltak, két társuk még annyi sem. A győri járási ügyészség közleménye szerint arra ügyeltek a fiúk, hogy ne találjanak el senkit, arra viszont már nem gondoltak, hogy sokak számára ijesztő lehet, amit tesznek. Az eset kapcsán rongálódás ugyan nem történt, azonban az ott lakókban, tartózkodókban, az eseményt észlelőkben megbotránkozást, riadalmat kelthetett ez a cselekmény, ezért csoportosan elkövetett garázdaság büntettének minősül. A két fiatalkorú fiú büntetése feltételes ügyészi felfüggesztés lett, de emellett azt is előírták számukra, hogy írjanak kétoldalas házi dolgozatot az eset tanulságairól. Az ügyészség álláspontja szerint ugyanis ennek a döntésnek van visszatartó ereje. Különösen fiatalkorú elkövetők esetén az ügyészségnek és a hatóságoknak lehetőleg nem célja az, hogy megbüntessék az elkövetőket, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mi történt, annak milyen tanulságai vannak, más szempontjából hogyan érzékelhető az, hogy mi történt, ennek milyen veszélyforrásai vannak. Ha ebből tanulnak a gyerekek, a fiatalkorú elkövetők, azt gondolom, hogy már megérte. Az, hogy nem történt nagyobb baj, a szerencsén is múlt. Az egyik autós iskola szakoktatója szerint még a tapasztalt vezetőt is megijesztheti a váratlanul az autónak csapódó kő, a gyorsan meghozott rossz döntés pedig akár végzetes is lehet. Megijed, elrántja a kormányt, szembe megy esetleg a másik sávba, vagy a másik irányba rántja a járdán lévő gyalogost, véletlenül ott megtalálja. Tudom, hogy itt nem lehet, mert szalagkorlát van, de ettől függetlenül elképzelhető az, hogy neki vezeti az autóját a szalagkorlátnak. Lehet, hogy abban az autóban többen ülnek, akár kisgyermek is ül. Szóval itt csak tényleg a szerencsének köszönhető az, hogy nem történt nagyobb katasztrófa. A szakember szerint ilyen esetekben az jelentheti a megoldást, ha nem teszünk hirtelen mozdulatokat. Az lenne a jó megoldás, hogy nem rántom el a kormányt. Ugye a ráfutásos baleseteknél is az a legnagyobb hiba, hogyha nem akarok neki menni a előttem lévőnek, elrántom a kormányt, belemegyek a másik sávba, közlekedőkbe. Na itt ugyanezt tudom javasolni, hogy nem rántom el a kormányt, nem hirtelen fékezéssel próbálom lassítani az autót. Talán ez ami nagyon fontos lenne. A közlemény kitért arra is, hogy ha a büntetés elérte a kívánt hatást, az ügyészség várhatóan az eljárás megszüntetéséről dönt majd.